Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Munka, élet, cél, hivatás, így adtuk meg az előadás címét. Nem hiányzik innen valami? Munka, élet, cél, hivatás. Hát az én nemzedékemnek a 70-es, 80-as években nagyon nagy élménye volt Balczó András filmje, és aztán, amikor egyetemre jártunk, egy nagyon kedves egyetemi tanárunknak, Török Endrének, akinek azóta kiadtuk összes művét, az Átragyogás című kötetében, aki szintén sokat beszélt erről a kérdésről, még egy negyedik fogalmat is hadd illesszek ide. Munka, életcél, hivatás, küldetés. Ugye annak a Balczó filmnek is ez volt a címe, hogy küldetés. Török Endre tanár úr is úgy tartotta az előadásokat az én időmben, hogy még a 70-es, 80-as években nem lehetett Istenről beszélni egy magyar egyetemen, úgyhogy körülbelül ilyen nyelvet választott, így kiállt a hallgatók elé, és azt mondta, hogy hát kedves hallgatóim, mindenki valamiért jön a világra. Hát célunk van az életünkkel. És mindenki egy bizonyos küldetést teljesít be az életével. Mindenkire szükség van, és mindenkinek más-más a küldetése, de egy közös minden küldetésben, hogy ahol küldetés van, ott küldő is van. Ahol küldött van, ott küldő is van. Egyik ilyen nagy előadás során, amikor ott 200-an ültünk az előadó terembe, valaki jelentkezett, de nem is várta meg a professzornak az engedélyét, fölpattant, és azt mondta, hogy tanár úr, mondja már meg, hogy ki az a küldő. Ki az a küldő? És hát a tanárunk, aki ilyen kicsit rébuszos nyelven beszélt, ugye küldetés, meg küldött, meg küld, azt mondta, tudja mit? Isten. Aztán leült a fiatalember, ő meg folytatta tovább ugyanilyen virágnyelven az előadást. Azért is emlékezem erre vissza, mert ma is, amikor már nem kell ilyen rejtett nyelvet használni, ma is jó, hogyha a fogalmaknak visszaadjuk az eredeti jelentésüket. Tehát ne mondjuk ki azt, hogy Isten. De mondjuk ki azt, hogy ha itt vagy a világon, akkor valamilyen céllal vagy itt. Mi a feladatod a világon, mi a munkád, az életcélod, a hivatásod, a küldetésed? Jaj, de még egy kérdés. Jó ez a sorrend? Jó ez a sorrend, hogy először az emberek válasszanak munkát, a munkából lesz az életcél, onnan a hivatás és a küldetés, vagy éppen fordítva? Ugye mennyi mindent meg lehet gondolni pusztán a címek látásán, illetve sorrendjén is. Én azt gondolom, és a Bibliából ez fog kiderülni, hogy azért kell nekünk tudatosítanunk a küldetésünket a világban, mert ha valakinek van küldetés és hivatás tudata, akkor fogja elbírni azt a munkát, amit végez az életben, vagy végezni olyan munkát, amiért sokszor nem jár se bér, se köszönet. Mégis végzi a munkát. Mégis az élet célját nem veszíti szem elől. Tehát most csak a címhez fűztem széljegyzeteket, de azt gondolom, hogy ezeket a fogalmakat soha nem szabad elfelejtenünk, a fiatalabb nemzedékekkel is beszélnünk kell ezekről, és tudatosítanunk kell őket. A Bibliában különben erről a kérdésről van egy nagyszerű kis részlet, ez a 39. Zsoltárban található, és a 39. Zsoltárban a következőt mondja Dávid a 4. verstől. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjedt fel, így szóltam azért az én nyelvemmel. Jelentsd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmaskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most ezért mit remélyek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. A 39. Zsoltárnak ez a részlete azért is megrendítő, mert egy újabbkori zeneszerző, amikor szakított a rékviemeknek azzal a hagyományával, hogy latinul írja meg a rékviemeket, ő németül írta meg, ezért a címe, hogy Ein deutsches Requiem. Brahmsnak a német rékviemjének az egyik leghíresebb tétele szól így, hogy Uram, mutasd meg életem végét,
Mondd meg, hogy mi a célja az életemnek, és innen a 39. Zsoltárból vette Brahms a szöveget. Még egyszer hadd olvassam, mert úgy gondolom, hogy ez minden ember kérdése lehetne. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjedt fel, így szóltam azért az én nyelvemmel, jelents meg, Uram, az én végemet, tehát hogy tulajdonképpen a célomat, mi a cél az életemben, és napjaim mértékét mennyi az, hadd tudjam meg, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam. Szóval a Bibliában ez a 39. Zsoltárnak ez a számvetése olyannyira közel állhat mindannyiunkhoz, akik ma ezt a témát szeretnénk átgondolni, hogy miért is vagyunk itt a világon, mi az ember életnek a végső célja, mi minden embernek a végső küldetése. Ugye azt szokták mondani, hogy hát minden embernek vannak rövid lejáratú céljai, meg hosszú lejáratú céljai. Ugye a rövid lejáratú céljait mindenki tudja, hogy mit csinál majd a következő hetekben, hónapokban, években. A hosszú lejáratú célokhoz most nem nagyon segít hozzá az élet, mert olyan gyorsan halad a világ, és annyi minden változás van, hogy hosszabb lejáratú célokra talán az emberek már nem is gondolnak. Na de ilyen hosszabb lejáratú cél az, hogyha itt vagyok a világon, akkor miért vagyok itt? Nemrég tartottam egy kis községben előadást erről a témáról, és az emberek azt mondták, hogy hát az embereknek a hosszabb lejáratú céljai, hogy meggazdagodjam. Vagy az, hogy híres legyek. Vagy az, hogy nyugodt, békés életet biztosítsak magamnak és a családomnak. Hát vannak ennél még igazabb, hosszabb lejáratú célok? Ezeket a kérdéseket régen is fölvetették az emberek. Én olyan íróhoz folyamodom, aki a gimnazista koromban nekem nagyon sokat nyújtott, Tolsztojhoz, aki azt mondta, hogy az embernek a legnagyobb célja a szeretet megsokszorozása a Földön. Nekem nagyon megtetszett, mint 17-18 éves diáknak, olyan szépen hangzott, hogy az ember célja a szeretet megsokszorozása a Földön. Igaz, hogy egy kicsit általános, egy kicsit elméleti ez a megfogalmazás, de annyira elütött a többitől. És ezért annyira megragadó volt. És kezdtem kutatni, hogy ehhez vajon kivezeti az embert közelebb, hogy a szeretet megsokszorozása a Földön. És ezért szeretném a kedves hallgatóknak bemutatni a Bibliának azt az igéjét, ami egy nagyon rövid mondatban összegzi az embernek a legfőbb küldetését, az embernek a legfőbb célját ezen a világon, és ez Mikás könyve 6. fejezet 8. verse. Mikás próféta az időszámításunk előtti 8. és 7. század fordulóján élt, tehát meglehetősen régi ez a vers, ez a Mikás 6-8. De figyeljük meg, hogy milyen pontos, mennyire filozófiailag is pontos megfogalmazással él. Ezt mondja a próféta. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Megállok itt egy pillanatra, már ennek az igeversnek a fölvezetése is, amilyen egyszerű, annyira fenséges. Azt mondja itt Mikás próféta, hogy az Isten mindenki számára megjelenti azt, hogy miért él ezen a földön, mi az életének a célja, a küldetése, és itt hangzik el ez a melléknév, vagyis ez a jelző, hogy az ember nem azért él, hogy gazdag legyen, vagy nem azért él, hogy erős legyen, vagy ügyes, vagy híres legyen, hanem ott van az a kis árulkodó jelző, hogy mi legyen a jó. A Biblia arra tanít bennünket, hogy az életünknek a legfőbb célja az, hogy jó emberek legyünk. Jó emberek legyünk. Ugye a Biblia után mindig azt szoktuk mondani, hogy az európai gondolkodás történetnek ez a nagy alakja, aki matematikus és fizikus is volt, Pascal, mondja a Gondolatok című könyvében,
hogy az emberek mi mindennek nevelik a gyerekeiket. Hát persze nevelik katonának, nevelik tanárnak, ügyvédnek, és akkor elmond néhány ilyen siker ágazatot a maga korából, és így végzi be ezt a töredékét, csak egy valaminek nem nevelik, jó embernek. Nem megdöbbentő. Az emberek mindennek nevelik a gyerekeiket, de jó embernek elfelejtik nevelni őket. De itt rögtön az igevers elején azt mondja Mikás prófét, hogy az Isten azt megjelentette, hogy mi legyen a jó. Tehát mi az a jó, amiért mi a világra születünk, mi az a jó, amit be kell teljesítenünk, hogy tényleg a jóság, a jótékonyság legyen jellemző az életünkre, mert ezt kívánja az Isten mi tőlünk. De az, hogy jónak lenni, vagy jóságosnak lenni, ez talán sokak számára túl megfoghatatlan, vagy kérdéses. Ezért most három dolgot mond erről, hogy mi a jó az életben, mi az életünk legvégső célja, mi az életünk rendeltetése, mit kíván az Isten tőlünk, mert amit az Isten kíván tőlünk, ahhoz az erőt is megadja. Semmi olyat nem kíván az Isten tőlünk, amihez ne ő biztosítaná az erőt. És ez a három dolog a következő, és itt nagyon szeretném fölhívni a figyelmet arra, és azért kell időznöm ennél a kis bibliaversnél, ezért is jó, hogy előttünk van, hogy ez a három dolog úgy épül egymásra, mint egy matematikai egyenlet. Az első dolog, amit az Isten kér tőlünk, hogy igazságot cselekedjünk. Tehát az életnek a lényege az, hogy a hétköznapi gyakorlati életünkben igazságosak legyünk. Igazságot cselekedjünk. Ezt sokféleképpen el lehetne más szavakkal is mondani, például azt, hogy amit elvárunk az emberektől jót, ugyanazt a jót adjuk is nekik. Vagy csak azt várjuk el az emberektől, amit mi is megadunk nekik. Vagy ha mi jót akarunk az emberektől, akkor mi is adjunk nekik jót. Ez az igazságosság. Isten ezt várja el minden embertől, hogy az életének az alapja az igazságosság legyen. Tehát ugye ez egy hétköznapi dolog, ez nem egy elvi, filozófikus dolog. Az egyszerűen a hétköznapi érintkezésben minden reggel, amikor fölkelünk, azzal a vággyal kelünk fel, hogy talán fontosak leszünk mások számára, talán figyelnek ránk az emberek, talán meghallgatnak, talán szeretni fognak bennünket. Szóval mindenki bizonyos elvárásokkal kezdi minden napját. Hát az, hogy jók legyenek hozzám az emberek. Tehát szoktam az iskolákban mondani, nem azzal kelsz föl reggel, hogy bokán rúgjanak, vagy arcul üssenek, vagy pofon vágjanak, hanem mindig valami jó dolog van előtted, hogy szép idő legyen, elmehessél tanulni, vagy dolgozni, az időt hasznosan töltsed el, ne bosszúságok érjenek, hanem kellemes, építő jellegű dolgok. Na de ehhez a magunk részét is meg kell tenni, és az első dolog, amit az Isten a lelkünkre köt, hogy igazságot cselekedjünk. Figyeljük meg, ez két szó, de mind a két szó nagyon fontos. Az igazságon is hangsúly van, de azon is hangsúly van, hogy cselekedjük az igazságot. Ne beszéljünk mindig az igazságról, ne számon kérjük az igazságot másokon, hanem mi cselekedjük az igazságot úgy, ahogy Jézus mondta, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát először mi tegyük meg az igaz lépéseket, először mi tegyünk jót az emberekkel, utána majd várhatunk jót az emberektől is. Ne állandóan elvárásaink legyenek, ne követelődzünk, és nem mondjuk azt, hogy hát ha a másik nem tett velem jót, akkor én se fogok jót tenni vele. Igazságot cselekedjünk, tehát cselekedjük az igazságot. Na, itt már megérintettem a második kérdést is, hogy mi van akkor, hogyha én reggel fölkelek, és tényleg jót akarok tenni azokkal, akikkel dolgom lesz a nap során, de egy némely ember ezek közül nem fog jót tenni velem. Sőt, a jó cselekedeteimet nem is jóval fogja viszonozni, hanem a jót rosszal fogja viszonozni. Na, erre vonatkozik Istennek a második kijelentése. Szeressed az irgalmasságot. Miért jön ezután, hogy igazságot cselekedjél? Miért jön ezután ez, hogy szeressed az irgalmasságot? Azért, mert ez a bibliavers, kimondva kimondatlanul, fölhívja a figyelmünket, hogy készüljünk fel arra, hogy ha jót cselekszünk, nem mindenki fogja azt a jót visszaadni. Sokan akkor se fognak bennünket szeretni, ha mi szeretjük őket. Sokan akkor se fognak velünk jót tenni, hogyha mi kifejezetten jót akarunk, vagy jót is teszünk velük. No, de akkor, hogyha ez ér bennünket, mi a második kívánalom az életben?
az, hogy eleve legyen bennünk a megbocsátás. Eleve legyen bennünk az irgalmasság, eleve legyen bennünk a nagy lelkűség. Tehát ne olyanok legyünk, mint múltkor egy gimnáziumban voltam, és kérdezem a 16 éves fiatalokat, hogy hát mit szeretnétek tenni az életben. Egy erdélyi gimnázium volt, tehát a határon túli gimnázium, ezért nagyon meglepett, hogy rögtön azt mondták, hogy ők jót akarnak tenni az emberekkel. Hű, mondom, ezt talán a határon belüli gimnáziumokban nem mondták volna ilyen egyszerűen, vagy ilyen magától értetődően. És megörültem ennek, és mondom, biztos gyerekek, hogy jót akartok tenni, ez az életetek célja. Nem említettem nekik se a Bibliát, se Mikeás könyvét, ez az ő félig gyermek, félig kamasz lelkükből törte, hogy jót akarnak tenni az emberekkel. És mondom, ebben nagyon biztosak vagytok, és ebben nagyon határozottan ezt látjátok az életek céljának. Azt mondják, hogy igen. Akkor megengedtek egy kérdést. Mondom, mi van akkor, hogyha te jót akarsz tenni a másik emberrel, és nagyon rosszat fogsz tőle kapni? Mi van akkor, hogyha a simogatásra pofon lesz a válasz? Rögtön mondták, hát akkor visszaütünk. Nagyon természetes volt megint. Hát ugye persze 16 évesen sok mindent még nem gondolnak át a fiatalok, de természetes. Hát ha ők, én jót akarok, és hogyha erő rosszat tesz, hát akkor én visszaütök. Na most erre mondja a Biblia, hogy ne ezt csináld. És itt szétágazik. Itt szétágaznak az emberi utak. Az emberek egy része azt mondja, hát én jót akartam, na de hát ő ilyen volt. Hát akkor visszaütöttem. Nagyon kevés ember gondolja ezt végig, és nagyon kevés ember jut arra a meggyőződésre, hogy én jót akartam, nem ugyanazt a jót kaptam, sőt rosszat kaptam, de én nem ütök vissza. Én továbbra is megmaradok a jóban. Én határozottan jót akarok tenni, és ebből az sem billent ki engemet, hogy a másik rosszat ad nekem. Én meg tudok bocsátani, már előre megbocsátok, én nem rovom fel ezt neki, hát lehet, hogy rossz hangulatban van, vagy valami fájdalom érte, vagy most kudarc érte, vagy nem tudom én mi minden lehet egy ember életében, de én nem azonosítom a másik embert azzal a rosszal, amit ad nekem. Erre nagyon kevés ember jut el, mert ez már gondolkodást feltételez. Ez már az élet célnak, az emberi küldetésnek egy mélyebb, egy átfogóbb szemléletét feltételezi. Tudnék azt, amit már talán emberi tudományokból nem is tudunk megtanulni. Szókratész is megkérdezte az aténi ifjakat 2400 évvel ezelőtt ugyanerről a kérdésről, hogy hát hogyha jót teszünk és rosszat kapunk, akkor most mit csináltok, kedves aténi ifjak, elszenveditek inkább a rosszat, vagy ti is elkövetitek a rosszat? Így hangzott a kérdése. Elszenveditek a rosszat, vagy inkább ti is elkövetitek a rosszat? Hát mindenki először azzal válaszolt, hogy inkább elkövetjük. Hát csak nem leszünk vesztesek ebben az életharcban. Hát elég jó dolog, hogy mi jót akartunk, de ha másik olyan pimasz és olyan hálátlan, hogy rosszat ad, hát akkor mi is megmutatjuk neki, hogy mi is tudunk úgy cselekedni. És minden aténi ifjú ezt mondta a gimnáziumi beszélgetésekben Szókratésznek, hogy dehogy szenvedjük el mi a rosszat, inkább elkövetjük a rosszat, ha rosszal találkozunk. És akkor kezdett el Szókratészről ők beszélgetni, és a beszélgetés végére, amit megörökít Pláton a Gorgiász című művében, nagyon nagy mű, jelzem, Pláton Gorgiásza minden gondolkodó embernek beletartoznék a 10 legfontosabb olvasmánya közé, ez a plátoni Gorgiász. Ugye a Pláton dialógusokat mindig azokról nevezték el, akikkel Pláton elsősorban, illetve Szókratész beszélget, és itt Gorgiász volt a főszereplő a beszélgetésben. Ugye a beszélgetés végére azért rávezeti az aténi ifjakat, hogy ne vágjatok vissza. Mert ha visszavágtok, az nem győzelem. Ha visszavágtok, az vereség. Szinte ugyanazt játssza le, amit Pál apostol később mond a Római Levél 12. fejezet 21. versében, ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Ha mi belőlünk valaki rossz dolgot csikar ki, az nem a győzelmünk, hogy mi is tudunk ütni. Ha mi belőlünk valaki rossz dolgot csikar ki, az az ő győzelme, hogy rosszra kényszerített engem, ugyanarra a rosszra, amit ő adott, és amit én magam is kárhoztattam. Tehát ez egy komoly vereség, ha ezt az ember végig gondolja. Ha nem gondolja végig, akkor
ismerek olyan embereket, hogy világ életükben győzelemnek tartják a visszaütést, a kiabálást, vagy a mások letromfolásszerű legyőzését. Tehát figyeljük meg, hogy mi a jó az életben, mi az életünk legfőbb küldetése, egy cél, hogy naponként igazságosan éljünk, igazságot cselekedjünk. Egy. Kettő, ha nem kapunk a jóért jót cserébe, akkor is szeressük az irgalmasságot, és hozzunk fel minden mentő körülményt a másik ember érdekében, ne haragudjunk, ne gyűlölködjünk, ne is sértődjünk meg a másik emberre, érzékeny dolog, ugye? Sokszor keresztény körökben is lehet hallani, hogy én nem gyűlölködöm, nem haragszom, na de hát erre nem megsértődni. Hát a sértődés az ugyanolyan, mint a gyűlölet meg a harag, csak hát egy ízlésesebb csomagolásban. De tulajdonképpen ugyanaz a lényege. Aki Istenre figyel, Istentől akarja megtanulni az élete küldetését, hivatását, az komolyan veszi ezeket a lépéseket. Jót akarok tenni, de ha rosszal találkoztam, akkor is én előre tudatosítom, tehát én ezt előre meggondolva tudatosítom, hogy én a rosszért rosszat cserébe nem adok. Erre a fiataloknak azt szoktam mondani, hogy ha nem gondolod végig, hogy egy pofonra mit válaszolsz, ha ezt előre nem gondolod végig, akkor általában az lesz, hogy ha erősebb ad pofont, akkor eloldalogsz, ha gyengébb ad pofont, akkor visszaadod. Ezt előre el kell dönteni. És a Biblia erre hívja fel a figyelmünket, hogy gondolkozzunk, hogy bér vagyunk a világon, gondolkozzunk, hogy mi a jó élet, és gyakoroljuk, szeressük az irgalmasságot, ez már azért az előzőit csak isteni segédettel lehetséges, hogy igazságot cselekedjünk, ez még inkább isteni segítséggel lehetséges. De jön egy harmadik dolog is, és hogy alázatosan járja te Isteneddel. Itt leplezi ezt az isteni segítséget. Itt mondja ezt a harmadik dolgot, amit minden hívő embernek tudatosan kell gyakorolnia, hogy ha én jót teszek az életben, akkor ez a jó nem az én érdemem. Ha én még olyan jó dolgot is teszek az életben, hogy nem vágok vissza a rosszra sem, ez még kevésbé az én érdemem. Ebben valaki engem megsegített. És ezzel a valakivel én alázatosan járjak az életben, tehát legyen közösségem az életadó Istennel, aki mindenkinek jót ad, és aki számolatlanul kap ezért rossz dolgokat, de Isten nem vág oda. Isten nem torolja meg a rosszat, hanem Isten a rosszat is jóval akarja meggyőzni. Egy Petőfi verset hadd olvassak fel, Petőfinek egy nagyon szép verse, amit a házasság kötése után írt, Nagyváradon 1847. október végén a Dicsérsz kedves című verse. A feleségének írta, és azért tartom csodaszép versenek, egy rövid 8-soros vers, mert az életnek ezt az alapvető törvényszerűséget fejti ki, amit itt látunk a Bibliában. Dicsérsz kedves, hogy olyan jó vagyok, és meg lehet, hogy az vagyok valóban, de ne köszönd ezt én nekem. Szíved annak forrása bennem, ami jó van. Avagy talán a földnek érdeme, hogy úgy terem gyümölcsöt és virágot. Teremne csak egy fűszálat is, ha nem sütnének rá a napsugárok. Ugye milyen egyszerű és kézzelfogható hasonlat, amit itt Petőfi mond. Igen, emberekre mondják azt, hogy ez jó ember. Ő rá is mondta a felesége a házasságkötés után, amikor megtanultak ugye együtt élni, hogy hát jó én hozzám a férjem. És akkor ez indította Petőfit erre a verse, hogy dicsérsz kedves, hogy olyan jó vagyok, és meg lehet, hogy az vagyok valóban, de ne köszönd ezt én nekem, szíved annak forrása bennem, ami jó van. Avagy talán a földnek érdeme, hogy úgy terem gyümölcsöt és virágot, teremne csak egy fűszálat is, ha nem sütnének rá a napsugárok. Tehát mi a jót, hogy a jót tudjuk tenni, az igazi jót tudjuk tenni, azt valakinek köszönhetjük. Ezt valakinek köszönhetjük. Ezért mondja a harmadik dolog, hogy ezzel a valakivel úgy azért járjunk alázatosan, hogy amikor jót teszünk, akkor ez ne a mi magunk érdemeként látszódjék meg emberek előtt, hanem valaki segítségének a gyümölcseként látszódjék meg. Én azt gondolom, hogy ebben a három dologban
a Biblia tökéletesen összefoglalja 2700 évvel ezelőtt ebben a mondatban, ez se hozzátenni, se elvenni ehhez a mondathoz nem tudunk. Az Isten mindenkinek megjelenti a lelkiismeretén keresztül, az éledező, majd kifejlődő hitén keresztül, hogy mi legyen az életének az értelme, a célja, a küldetése ebben a világban. Azért érdemes ezt a három kis félmondatot, tőmondatot megjegyezni, hogy igazságot cselekedjünk, hogy mindig ezen a mérlegen mérjük le az életünket, hogy mennyire vagyunk igazságosak. Valóban azt adtuk a másik embernek, amit mi is jó néven vettünk volna, hogyha ő tesz velünk. És hogyha a másik embertől esetleg nem azt kapjuk azt a jót, amit mi elgondoltunk, vagy ami ténylegesen jó, akkor mi tényleg nagylelkűek vagyunk, vagy haragtartók vagyunk, vagy gyűlölködők vagyunk, vagy sértődékenyek vagyunk. Szeretjük az irgalmasságot, tudunk szívből megbocsátani, hogy Jézus mondta, hogy nem 7-szer, hanem 77-szer is, és szívből megbocsátani, hogy mondta Máté Evangélium a 18. fejezetében. És ha ilyen dolgokban gyakorolhatjuk magunkat nap után, akkor tudatosítjuk-e azt, hogy ki van velünk, kivel járhatunk közösségben, és vajon mi alázatosan járunk-e a közösség ebben a közösségben, ami Istenünkkel. Tehát ha most azt mondhatnánk, hogy egy Biblia verset vigyünk haza, és ezen gondolkozzunk, sőt jegyezzük meg, akkor azt gondolom, hogy ebben a Mikási versben megkaptuk az életnek az alapvető kijelentését. De az Új Szövetségből is szeretnék idézni egy verset, és ez a Kolossé levél 3. fejezet 23. verse. Ez már egy kicsit közelebb fog bennünket vezetni a hétköznapi feladatainkhoz, a munkánkhoz is, a munka végzéshez is. És ha valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Ez azért tartom fontos Biblia versnek, mert az emberi életben az egyik legnagyobb kísértés az, hogy egy kicsit az emberi szemek számára éljünk. Egy kicsit úgy éljünk, hogy az emberek elvárják tőlünk, a családunk, környezetünk várja tőlünk. Ez a Biblia vers arra szólít fel bennünket, hogyha a kincs a szívünkben van, amit tudjuk azt, hogy igazságosan kell élni és cselekedni, de szeretni kell az irgalmasságot, és alázatosan kell járni az Istennel, akkor mi az életünkben minden dologhoz, amihez hozzáfogunk, azt a küldetésünk és hivatásunk tudatában tegyük. Tehát az lenne a szép, hogyha az emberek lélekből élnének, lélekből cselekednének. Ezzel szemben mi a valóság, és miért sok embert miért nem szeret élni, vagy miért nem öröm számára az élet? Mert nem lélekből cselekszenek, hanem kényszerekből. Ugye az emberek azt mondják, hogy hát végülis tanulni kell, mert hát van iskola, beírattak az iskolába, tessék, lássék, le kell vizsgázni, el kell végezni iskolákat. Utána valami szakmát vagy hivatást választani kell, mert hát valamiből meg kell élni. Ugye tulajdonképpen az emberek, ha kényszernek veszik az életnek ezeket a legnagyobb dolgait, akkor olyan nyögvenyerősen, olyan kínnal, keservel élnek. Hány és hány ember panaszkodik, hogy ő azért dolgozik, mert meg kell élnie. A Biblia a másik oldalról fogja meg a dolgot, és a Biblia azt mondja, hogy az lenne a kívánatos, hogy amit az ember cselekszik, amit végez, azt meggyőződésből tegye, lélekből tegye. Tehát azt ne a kényszer hatására tegye, és azt úgy tegye, mint amit az Isten segítette hozzá, az Isten adott hozzá egészséget, erőt, kitartást, és én az Istennek tartozom számadással, és nem az embereknek kell megfelelnem, és megjegyzem egyébként, hogy az Istennek sokkal könnyebb megfelelni, mint az embereknek. Sok ember úgy gondolja, hogy a jó Istennek nagyon nehéz megfelelni, mert hát Isten nagy és tökéletes, és az emberek jobban megértenek bennünket, mert azok kevésbé tökéletesek. Én ezt a magam tapasztalatai alapján azzal cáfolnám, hogy Isten persze, hogy tökéletes, de Isten irgalmas, Isten megértő. Az emberek meg nagyon kevésszer megértőek. Az emberek sokszor bevasalják az emberen azt, ahogy ők látni akarnak bennünket. És innen következik az életünk sok-sok problémája,
mert az emberek mindig úgy akarnak látni bennünket, ahogy nekik kedves, és hát ennek nem mindenki tud megfelelni, mert végül is mindenki a maga életét akar élni, nem azt, amit a másik gondol felőle, és a másik akarja valamilyen prokrusztész ágyba szorítani. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tehát itt már a Biblia azt mondja, hogy ha valakinek küldetése van, valaki az életnek a célját látja, akkor az élet feladataiban, az életbeli munkavégzéseiben is megtalálja azt a helyes utat, amikor valamit kedvel tud megtenni, nem kényszer hatására, és nem embereknek fog elsősorban elszámolást adni erről, hanem magának az Istennek. És ezért szeretném, hogyha most már ennyi két, bár elég súlyos bibliavers után bepillantottunk a bibliai összefüggésekbe a mi tárgykörünkben, most felidéznénk a Bibliának sajnos egy eléggé elfelejtett parancsolatát, Mózes második könyve 20. fejezetéből, azt a parancsolatot, ami a mi életünkben az életcélt, a munkát, a hivatást magyarázza, és mint egy parancsolatot elébünk állítja. Ez ugye az Isten iránti szeretett kötelezettségek közül az utolsó, a negyedik parancsolat, lezárja az első kőtáblát, és ezért kezdődik így, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, sem magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, tehát állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Ezért megáldotta az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Ez a 10 parancsolatnak a leghosszabb parancsolat. Szeretném először kiemelni ott fönt a 2. és 3. sor mondatát, ha 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Nagyon fontos törvény ez, amit a Biblia a 4. parancsolatban elhelyez. Először is a minden szóra hadd hívjam fel a figyelmet. Ugye előbb azt mondtuk a Kolossé levél alapján, hogy amit csak teszünk, lélekből tegyük. Ugye az egyik legnagyobb probléma az emberi életben, hogy az emberek tesznek, vesznek, munkálkodnak, ehhez is neki fognak, ahhoz is neki fognak, de az ember minden dolgában nem becsületes, nem tisztességes, nem lélekből tesz minden dolgot. Igen, megmerem kockáztatni a mai világban, az emberek, amikor cselekvéshez fognak, általában a pénzes dolgokat veszik komolyan. Ami nem pénzre megy, amit nem pénzért csinálnak, ott hajlamosak az emberek elkönnyelműsködni a dolgot, hajlamosak nem olyan pontos munkát végezni. Itt nagyon fontos ez a kifejezés, hogy minden dolgunkban legyünk kiszámíthatók, becsületesek, tisztességesek, minden dolgunkat egyforma komolysággal végezzük. Nagyon komolyan kell végezni a mosogatást, a törölgetést, a takarítást, a gyermekek ellátását, amiért általában nem szokott pénz járni, és nem csak azt, amiért bemegyek egy munkahelyre és pénzt, vagy nagyobb pénzt kapok érte. Mindenbe bele kell vinni a lelkünket. Az a baj sokszor az életben, hogyan is mondta az egyik költőnk, hogy az a baj az életben, hogy az emberek itt vannak, csak nincsenek jelen. Az emberek itt vannak, tehát testileg léteznek a családban is, meg a munkahelyen is, de a figyelmük teljességével nincsenek jelen. Nagyon jónak látom ezt a megfogalmazást, hogy az ember létezik, de nincs jelen. Az az ember van jelen, aki beleviszi a gondolatait, az ötleteit, a meglátásait, szóval a szívét, lelkét beleviszi egy dologba, bármilyen munka legyen is az, amiért pénz jár és amiért nem jár pénz. Aztán ugyanebben a mondatban fölhívnám a figyelmet arra, hogy nem csak azt mondja, hogy végezz minden dolgodat, hanem azt mondja, hogy a munkában mértéket kell tartani. Isten bennünket úgy teremtett, hogy 6 napon át végezzük a feladatainkat, a 7. nap azonban azt ne is úgy tartsuk, hogy a miénk lenne, azt a 7. napot adjuk az Istennek. 6 napon át munkálkodjunk és végezzük minden dolgunkat, vagyis az embernek tudnia kell, hogy mettől meddig dolgozzék.
Ha az ember nem tart szünetet, nem áll meg, nem kapcsolódik ki, nem szemléli azt, amit elvégzett, és nem készül fel az újabb hatnapos időszakra, az ember állandóan zakatol, mint egy gép, akkor előbb-utóbb elkopik, elhasználódik, és akkor már csak olyan rutinszerűen gépiesen végzik az emberek az életükben a munkát. Tehát nagyon szeretném ebben a negyedik parancsolatban felhívni a munkavégzésre vonatkozó egy mondatra a figyelmet, és annak a meggyőződésemnek is hadd adjak hangot, hogy mi következett be akkor, amikor ezt a negyedik parancsolatot a középkori egyházi oktatásban egyszerűen törölték. Ugye ez így, ahogy van, ami előttünk van, ebből a negyedik parancsolatból a katekézisekben ennyi maradt, hogy az Úr napját megszenteljed. Aki bármilyen hittanra járt, így is tanulta annak idején, hogy az Úr napját megszenteljed. Ebből az egész hosszú parancsolatból ez a rövid mondat maradt, hogy az Úr napját megszenteljed. Az a meggyőződésem, hogy amiről ma nagyon sokat beszél a világ, és amiről nagyon sokan panaszkodnak, hogy nincs munkaerkölcs, hogy az emberek nem végzik el rendesen a munkákat, hogy irreális pénzösszegeket kérnek a munkákért, hogy hanyagok a munkák, hogy közben kilopják az anyagokat a munkavégzés során. Nem kell messzire mennünk, csak itt az autópálya felé tekintenünk, és egyéb más nagy beruházások itt a mi kis országunkban is. Szóval nekem az a meggyőződésem, hogy ennek az egész munkához való rossz viszonynak az a gyökere, hogy régen a kereszténység örvén tulajdonképpen törölték a parancsatnak ezt a részét, hogy hat napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Törölték ugye, amikor az ókorban a kereszténység államvallássá lett a IV. Század folytán, mert akkor ugye az ókori világban rabszolgatartók és rabszolgák voltak, és a rabszolgatartók magukra nézve nem akartak ilyen tükörbe belenézni, hogy hat napon át munkálkodjunk. De a középkorban is, amikor földesurak és jobbágyok voltak, és megjelentek a 8.-9. századtól épített templomokban az emberek, akkor a főrangú emberek nem akartak ilyen tükörbe nézni, hogy nekik Isten azt napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat. A rabszolgatartó meg a földesúr nem akart dolgozni, és nem is dolgozott. Aki dolgozott, az a rabszolga volt és a jobbágy volt, akit a születés hát erre kárhoztatott, hogy ő egész életét látástól vakulásig munkával töltse el. És ez az államvallássá lett kereszténység időszakában, ez a negyedik parancsat úgy, ahogy van, kikerült a Bibliából. Mellesleg még a második parancsat is kikerült, és az egyházi katekézisekben a második parancsatot sem tanították, a negyediket átszövegezték, és teljesen felborították ezt a rendet, amit Isten adott az emberek számára. Tehát én nem is foglalkozom most itt a hetedik napnak a megszentelésével, mert annak csak akkor van értelme, hogyha megismerjük a parancsolat első részét, hogy hat napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. És még egy harmadik összefüggésre is szeretném, ha a kedves hallgatók felfigyelnének, és még ugyanezzel a kis mondattal kapcsolatban. Mi van még ebben a mondatban, hogy hat napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat? Milyen munkáink vannak az életben? Milyen munka vár ránk az életben? Milyen munkákat töltünk be? Ugye ma az emberek sokszor úgy osztják fel a munkákat, hogy fizikai munka, meg szellemi munka. A Bibliában ilyen felosztás nincs. Például az Ószövetségben a proféták, például egy Elizeus proféta földműves munkát is végzett, és ugyanakkor szellemi munkát is végzett. Az Új Szövetségben mondjuk egy pálapostól sátorkészítésből naponta a saját keresményéből tartotta fenn magát, és ugyanakkor bérelt helyiségeket, bérelt iskolákat a görög világban, és különböző hát nyilvános intézményeket, és ott tartotta az előadásait, illetve hát a Bibliát megismertető sorozatait, például Korintusban és Efézusban. Tehát az ókorban nem ismerték ezt, hogy úgy mondjam, hogy fizikai munka, meg szellemi munka, vagy elméleti munka, meg gyakorlati munka. Az ókori világban sokkal egészségesebbek voltak az emberek, úgy gondolkoztak, hogy fizikai munkát mindenkinek kell végezni. Hát aki nem végez fizikai munkát, abból nem is lesz ember. Na de nem csak fizikai munkát kell végezni, mert aki nem gondolkodik,
aki nem ül le és nem beszéli meg a családjával a dolgét, vagy nem tud érvelni például mások erőt, hát abból se lesz ember. És a kereszténység számára ugye a legvitathatatlanabb példakép szintén ugyanezt az életet élte, csak nem 30 évig fizikai munkát végzett ácsmester műhelyében, és 3,5 évig végzett egy nagyon erős, kemény szellemi munkát, hogy szerte járta az országban és tanította az embereket. Tehát Jézus Krisztus példája is arra tanít bennünket, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, ezt a maga összetettségében kell tekintenünk ezt a kijelentést, vagyis itt nem egyszerűen arról van szó, hogy fizikai munka, meg arról sincs egyszerűen szó, hogy szellemi munka, hanem arról van szó, hogy az életben fontos munkák vannak, nagyon fontos munkák vannak, akár szellemi, akár fizikai munka, aztán vannak háttérmunkák, vannak másokért való munkavégzések, vannak a magunk fenntartásáért való munkavégzések. Szóval, hogyha röviden akarnám ezt a kérdést elintézni, akkor Lukács evangélium a 17. fejezetéhez küldeném a kedves hallgatókat. Lukács evangélium a 17. fejezetében van Jézusnak egy nagyon érdekes példázata, az Úrról és a szolgáról szóló példázat. Ez a példázat viszonylag nem annyira ismert, éppen ezért lenne fontos, hogy ezt mindenki tanulmányozza. A példázat mindösszesen arról szól, hogy egy szolga elvégzi az urának a munkát. Földműves munkát is, állattenyésztő munkát is. A földről éppen jön haza a munkavégzéséből, és Jézus azt mondja, hogy melyik az az úr, amikor a munkása jön haza a földekről, akkor csak úgy azt mondja a munkásának, hogy menjél haza a családodhoz, és egyél, vigadjál a családoddal. Melyik ez az úr? Az igazi úr az azt kéri a munkásaitól, hogy gyere ide hozzám, és nekem is segítsél, és az asztalomnál szolgáljál föl, és azután, hogyha ezt is megtetted, akkor menjél el, és menjél haza. Ugye amikor először olvassuk ezt a példázatot, hirtelen nem is tudjuk, hogy mire gondoljunk, mert ma az emberek, és itt Magyarországon állandóan arról panaszkodnak, hogy nincs idejük, meg sok a munka, meg csak a kenyérkereső munka is már kiszipolyoz bennünket, hogyan jutna nekünk időnk másfajta munkákra is, mint hogy nem 8 órát kell most dolgozni, nem 10 órát, 12 órát, és hát mi nem tudunk másokkal foglalkozni, mindenki panaszkodik, hogy már nincsenek igazi baráti kapcsolatok, mindenki panaszkodik, hogy már csak ilyen nagy ünnepekkor, mint húsvét, karácsony, ilyenkor nagy néha nézik meg a rokonok is egymást. Szóval hirtelen olyan kicsit meglepődöttek leszünk, hogy Jézus hogyan is gondolta ezt, de ne felejtsük el a parancsolat fényében, hogy Jézus ezt halálosan komolyan gondolta. Jézus nem tett különbséget kenyérkereső munka, meg az Úrnak való szolgálat, tehát az Isten művében való munka között. Sőt, Jézus azt mondta egy ízben a hegyi beszédben, hogy keressük először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nékünk. Mintha Jézus azt mondta volna, hogy az életnek a legfontosabb feladata, hogy úgyis olyan rövid ideig élünk itt a Földön, de hát tegyünk jót már emberekkel, hát nem azért élünk, hogy mi sokat együnk, igyunk, meg jól érezzük magunkat, hát azért élünk, hogy tegyünk jót emberekkel, ugye az eddigi gondolatmenetünk is erre futott ki, hogy jót tegyünk az emberekkel, és mellette, hogy emberekkel foglalkozzunk, hogy emberekért felelősnek érezzük magunkat, mellette természetes, hogy el kell végeznünk még a létfenntartáshoz szükséges munkánkat is, de nem mindegy, hogy milyen lélekkel tesszük ezt. Én azt úgy szoktam mondani, hogy az az ember, aki arra összpontosít, hogy neki legyen munkalehetősége és munkahelye, és mindent arra hegyez ki, hogy ő mennyit fog keresni ebben a szakmában vagy hivatásban, amit végez, az egy munkától is ki fog fáradni. Egy munkától is ki fog fáradni. Az az ember, aki azt látja maga előtt, amire Isten tanítja, hogy te azért élsz itt a Földön, hogy másokkal jót tegyél. Van családod? Neveled a gyerekeidet? Vannak barátaid? Tartod velük a kapcsolatot? Vannak rokonaid? Vannak ismerőseid?
fáradozol értük? Ez az első számú munka. Ez az első számú munka. Ez munka, tehát ez nem egy passzió, vagy nem egy időtöltés, ez munka, mert emberekért fáradozni, emberekért küzdeni. Gondoljuk meg, hogy Jézus is 3,5 évig településről településre járt, és jót tette az emberekkel. Tanította, gyógyította, segítette az embereket. Na de mi is, ha a világon élünk, az első számú munkánk az, hogy hát valami jót is tegyünk. Hát nem azért élünk, hogy kényelmesen éljünk, és legyezgessük magunkat, hogy mi jobban élünk, mint más emberek, hanem azért élünk, hogy másokkal jót tegyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki csak a kenyérkereseti munkára koncentrál, az egy munkában is ki fog fáradni. Aki azt nézi, amit a Biblia mond a 4. parancsolatban, hogy Jézus a példázatában, hogy legalább 2 munkát kell komolyan venni az életben, és azok közül is az a legfontosabb munka, az a lelki munka, a másokért való fáradozás, az 2 munkába se fog kifáradni. Tehát ezt szeretném megerősíteni, aki csak a létfenntartásáért, a pénzért dolgozik, az egy munkában is el fog használódni. Az emberek mindig erre panaszkodnak, hogy ki vannak zsigerelve, el vannak használódva, és ez olyan szempontból igaz, hogy csak egy dolgot látnak maguk előtt, hogy van-e munkám, és mennyi pénzt fogok keresni. Hát ebbe mindenki kifáradna. Ez egy örökös rettegés, aggodalmaskodás, ez egy örökös űzött napirendben való élet, de az az ember, aki első helyre Isten országát és annak igazságát teszi, aki az életben mindent megmozgat annak érdekében, hogy jót tegyen az emberekkel, aki minden pillanatot arra használ, hogy Isten azért adta az időt, hogy nekem lehetőségem legyen a tőle kapott javakat továbbadni és embereken segíteni, az, hogy úgy mondjam, úgy balkézről mellesleg meg fogja keresni a hétköznapi kenyérre valót is. Ugye tudjuk jól, hogy lelkileg is milyen az, amikor valaki feszülten, göcsörtösen csak arra ügyel, hogy az az egy dolog bejöjjön, és milyen az, amikor én a hitemnek megfelelő legfontosabb dolgot cselekszem, és amellett elfogadom azt, hittel elfogadom azt, hogy Isten minden mást is meg fog adni nekem. Ezért kell ezt tudatosítani, ezt a Lukács 17. fejezetben levő példázatot, mert ha eddig is rendkívüli a példázat, én azt gondolom, hogy a példázatnak a lezárása a legrendkívülibb. Mert a példázatot Jézus úgy zárja le, hogy amikor ez az ember elvégezte a kenyérkereső munkát, aztán neki is, mint az Úrnak segített, és az Úr elbocsátja, akkor azt mondja Jézus, hogy az Úr ezután sem fog köszönetet mondani, mert ez a szolga csak a kötelességét teljesítette ezzel a 2 dologgal is. Az emberben szinte úgy fölágoskodik a kérdés, hogy akkor talán lenne még az életben egy harmadik munka is. Nem csak ez a 2 munka, lenne még egy harmadik munka is. Tudnék az, ami nem csak kötelesség. Ami nem csak kötelesség. A Biblia azt mondja, hogy kötelesség másokra figyelnünk, másokkal törődnünk, másokon segítenünk. Első számú kötelesség, ha nem akarunk kaini emberek lenni. Kain mondta azt, hogy hol van Ábel a te atyád fia, ez volt a kérdés, nem tudom, őrzője vagyok én az én atyám fiának. Ez az első emberi magatartás, hogy én nem foglalkozom a másik emberre, én nem vagyok őrzője a másik embernek. Ezt a Biblia kaini útnak nevezi. Ha nem akarunk kainiták lenni, akkor az első helyre azt kell, hogy állítsuk, hogy emberekkel jót tenni. Második helyre természetesen azt kell, hogy állítsuk, hogy közben magunkat is fenn kell tartani, és a családunkat is. De mondom, ott ágaskodik az emberben a kérdés, hogy lenne még egy harmadik vetülete is ennek a dolognak. Ha ez csak a kötelesség. Hát akkor mi van a kötelességem felül? Én azt gondolom, a kötelességem felül, ha józanul meggondoljuk a dolgokat, a kötelességem felül az áldozathozatal van. Vagy az áldozathozatalt azt kilúgozzuk az ember életből? Én azt gondolom, hogy a mai emberiség már a kötelességet is kezdi eltüntetni az életből. Az áldozathozatalról meg már azt se tudják, hogy micsoda. Én azt gondolom, az áldozathozatal az ott kezdődik, hogy ha én megteszem a kötelességemet, akkor még elhatározom azt, hogy én még a magam elhatározásából mi az, amit tudnék adni, ami áldozat, ami nem kötelesség, ami még több ennél, ami áldozat, de amihez szintén valaki megadja az erőt.
Tudnék, az áldozatot se a magunk erejéből hozzuk. Hát a kötelességet se a magunk erejéből tesszük meg. Az áldozatot se a magunk erejéből hozzuk. Én azt gondolom, hogy a mai emberek azért vannak annyira kifáradva, mert akárhány emberrel beszélek, mindenki úgy adja elő ezt a dolgot, hogy ő tulajdonképpen azért van kifáradva, mert lemerül. Mert hát ő annyit dolgozik, hogy értsen meg, hogy lemerül. Mert ha hazamegy, ő már nem tud gondolkodni, ő már csak a tévé elé tud ülni, ott bepótolja a napi kétszeri étkezést is, ezért nem tud aludni, ezért lesz túlsúlyos is. De ő már értse meg, hogy ő már nem ember, mert hát ezek a gazember cégek, meg ilyen meg olyan munkadók, hát a 10-12 órában teljesen kiszipolyozzák az ember. Én azt gondolom, hogy ha mi valóban Isten nélkül élünk, akkor egy munkában is tönkre megyünk. Ha Isten nélkül élünk, egy munkában is tönkre megyünk. Ha Istennel együtt élünk, akkor két munka után még egy harmadikra is van időnk. Ez az áldozathozatal. Ezt érdemes meggondolni Lukács evangélium a 17. fejezete után, de én befejezésül még egy gyakorlati Biblia verset szeretnék választani, és ez az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében a 14. vers. Tesszalonikában a keresztények nem akartak dolgozni. Miért nem akartak dolgozni a keresztények? Nem azért, mert lusták voltak. Egy speciális helyzet állt elő. Tesszalonikában azért nem akartak dolgozni a keresztények, mert várták Jézus közeli második eljövetelét, és úgy gondolták, hogy most már nem fognak a fiaiknak, lányaiknak foglalkozást sugallani, szakmát sugallani, most már csak várni kell Jézus második eljövetelét, és ezért tulajdonképpen nem fogtak határozottan semmiféle nagyobb munkába. És mind a két tesszalonikai levélben Pál apostol nagyon sok kijelentéssel él a mi mai témakörünkkel kapcsolatban. Például az egyik levélben hangzik el az a szállóigévé vált mondás, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Nem akartak dolgozni. De mondom, nem annyira lustaságból, hanem egy ilyen rosszul felfogott hitből, egy vallási rajongásból talán, vagy egy rosszul megértett, a bibliai proféciák rossz megértéséből, azért aztán a második tesszalonikai levélben Pál apostol fel is világosított őket, hogy a Krisztus napja addig nem jön el, míg meg nem jelenik először a törvénytaposó, a bűn embere, a veszedelem fia, aki fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Tehát egy több évszázadra menő folyamatot vázol fel, és azt mondja, hogy a Krisztus napja még nincs itt, a Krisztus napja nem jön el a ti életetekben, és aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Itt is fölhívom a figyelmet a pontos idézésre, mert a rendszerváltás után rendre rosszul idézték ezt a Biblia verset. Mindenki úgy idézte, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez nem helyes idézet, ez helyesen így hangzik, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Na, az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 14. versében, amikor így lezárásként egy buzdítást mond Pál apostol, a következő négy kijelentésből álló tanítást mondja ennek a gyülekezetnek. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Négy nagyon nagy kijelentés. Arra hívom fel először is a figyelmet, hogy mi áll az első helyen. Mi áll az első helyen? Ugye általában mi ezt nem veszük annyira komolyan, pedig van egy olyan magyar mondás is, hogy rend a lelke mindennek. Ugye ezt szoktuk idézni, hogy rend a lelke mindennek, sokszor persze csak olyan utolsó érvként, amikor már nem tudunk szót érteni a gyerekünkkel, vagy valakivel, akkor azt mondjuk, hogy rend a lelke mindennek. De a Biblia először mondja, hogy az életben miért fontos az a küldetés, a hivatás, az életcél, a munka. Azért, mert megtanít bennünket emberhez méltóan, tehát rendezetten élni. Ha valaki például fizikai munkában nem gyakorolta magát,
Ezért nagy csapás, hogy most a fiatalok életéből a fizikai munka kimarad. És itt ugye egy előadás nem a reklámnak a helye, de én 5 éve gyűjtök össze a 15-20 fiatalt, és elmegyünk dolgozni nyáron. Idén Ausztriába is megyünk, Erdélybe is megyünk, Magyarországon is van egy hely, ahova megyünk. Ha valaki szeretné a gyermekét meggyőződésből, ezek ilyen kamasz gyermekek, tehát olyan 15-től 22 éves korú gyerekeket fogadok ezeken a táborokon, szeretném munkára nevelni, hogy ne rendetlen legyen a gyereke, hanem hozzáértő legyen, szívesen végezzen fizikai munkát, ne legyen tohonya, lomha, hányaveti. Na hát ennek megvan a maga módja, tehát ezt nem lehet a szobában előadásokkal elérni, hanem hát el kell vinni, nem tudom én, mint bennünket, gyerekeket elvittek annak idején kukoricát kapálni, vagy nem is tudom, mit csináltunk gyerekkorunkban, de mindig volt valami fizikai munka évközben is, nyáron meg pláne. Tehát mindenkit szeretnék kérni arra, akinek családja van, vagy már nagyszülő, hogy a gyermekeknek a tevékenységre, munkára való szoktatását az egyik legszentebb dolognak tartsa. És ezért mondja Pál apostol is, hogy egy keresztény közösségben is inteni kell a rendetleneket. Egy keresztény közösség is sokszor tele van rendetlen emberekkel. Ez nem baj, illetve hát baj, csak nem az a legnagyobb baj, hogy rendetlen emberek vannak, az a legnagyobb baj, hogyha ezt hagyják. Az a legnagyobb baj, hogyha el fölött szemet hunynak. Tehát ezért mondja, hogy inteni kell a rendetleneket, tehát rá kell szoktatni az embereket a rendszeretetre, a következetességre, a munkára, a tevékenységre, a fáradozásra, és magáról erről a fél mondatról nagyon sok mindent lehetne mondani. De amikor nem tudok sok mindent mondani, mert az időm lejáró félben van, akkor mindig a versekhez folyamodom, és most is Rabindranath Tagore-nak egy 3 soros versét idézem a kedves hallgatóknak a figyelmébe, ami a világirodalom egyik legnagyobb 3 soros verse. Nagyon könnyen megjegyezhető, mert logikailag is egy gyönyörű vers. A Tagore vers így hangzik. Amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Amikor felkeltem, azt láttam, hogy az élet kötelesség. A 3. sor előtt itt egy kicsit megállok. Ugye eddig még nyomon lehet követni. Gyerekkorában, meg akkor, míg az ember nem dolgozik, nem tevékenykedik, mindenki álmodozik. Mindenki örömről, boldogságról, én leszek a királykisasszony, jön egy királyfi értem, és hát szóval, amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm, tulajdonképpen a gyerekkor az egy ilyen szundítás, egy ilyen alvás, amikor hát nagyon helyesen mindenki az örömöt és a boldogságot tűzi ki célul maga elé. De amikor az ember felnő, be kell, hogy lássa, hogy azért 200 szalmát is keresztbe kell tenni az életben. Tehát amikor fölébredtem, azt láttam, hogy az élet kötelesség. Tehát az életben bizonyos dolgokat meg kell csinálni. Mert ha nem csinálom meg, akkor szegény leszek, vagy tehetetlen leszek, vagy... Tehát az Isten is tevékenységre teremtett bennünket. Amikor felébredtem, azt láttam, hogy az élet kötelesség. De nagyon sok ember, ahogy eddig is szóltam erről, ezt olyan csapásként éri át, mert ugye a gyermekkor az olyan szép, ott mindenki körülöttünk forog, nyüzsög, és aztán amikor felnövünk, akkor már jön a munka, reggel 5-kor vagy 6-kor szól az ébresztőóra, és el kell indulni a munkahelyre, és hát ugye az öröm meg a kötelesség, ez szinte egy olyan nagyon éles ellentétben van egymással. De most tessenek figyelni, hogy Rabindranath Tagore milyen mélyen élt át az életet, hogy a 3. sor hozza a megoldást. Tehát még egyszer. Amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Na, erre kell minden embernek rájönni. Ezért kell a rendszerető élet, hogy a kötelességeinket örömmel tegyük meg. Amit csak teszünk, lélekből tegyük, mint az Úrnak és nem embereknek.
Amilyet csak hozzáfogunk, vigyük bele a személyiségünket. Bele lehet vinni a személyiséget a takarításba is, a kertgondozásba is, a söprésbe is, mindenbe bele lehet vinni a személyiséget már, hogy úgy mondjam, jó oldalról értem ezt, nem a rossz oldalról, hogy ott hagyom a szemetet, vagy nem ásom fel rendesen a földet. Tehát cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Amikor az ember valamihez hozzáfog, terve van, elgondolása van, és az elgondolását hajtja végre a cselekedetben, akkor lesz majd a cselekedet az öröm számára. Ha most röviden rá kellene utalnom a mai emberek legfőbb problémájára, azt mondanám, hogy az emberek nem a gondolataikat váltják cselekedetekké, hanem a cselekedeteiket magyarázzák meg a gondolataikkal. Az emberi életben két választás van. Vagy a felismeréseidet és gondolataidat váltod cselekedetté, és akkor a magad életét tudod élni, vagy ha nem ezt teszed, akkor sodródni fogsz az árral, azt cselekszed, amit várnak tőled, vagy amire hajt a világ, vagy amit a divat parancsol, és majd a cselekedetek után jönnek a nagy ideológiák, hogy most én mit miért tettem, rosszul vagy jól, mindent meg fogok magyarázni. Az emberi élet lényege az, hogy a gondolatainkat kell tetteké váltani, és a tetté vált gondolat szabja ki az emberi személyiséget, az emberi sorsot. Nemrég Jeremiás prófétával foglalkoztam, és az egyik szakirodalomban találtam rá erre a mondatra, nagyon megdöbbentett, mert ateista szerző írta ezt Jeremiás könyve elolvasása nyomán. A mondat valahogy így hangzott, hogy Jeremiás elérte, hogy a gondolkodása szerint cselekedett. A cselekedeteit a gondolatai kifejezésévé tette. Igen, ez az ember élet célja, ezért kell rendet tartanunk, ezért kell tanulnunk, ezért kell felismerésekre jutnunk, és ezért kell olyan életet élnünk, hogy ne sodródjunk az árral, ne szipolyozzon ki bennünket az élet, hanem az Istentől nyert gondolatokkal egy rendezett életet éljünk, és egy keresztény közösség akkor igazi keresztény közösség, ha ott gondolatilag rend van, és aztán ez a gondolati rend a cselekedetekben is rendet ölt. A második kijelentés, hogy bátorítsátok a félelmes szívűeket, ez is egy nagyon nagy gyakorlati tanács, mert nagyon sok ember az életben bátortalan. Hol ehhez, hol ahhoz, ijedezik ettől vagy attól, nagyon sokszor a lustaság is erre vezethető vissza, hogy az emberek félnek belevágni, félnek vállalkozni, félnek valami újat kitalálni, és azt mondja itt Pál apostol, hogy bátorítsátok a félelmes szívűeket, az életben vágjatok bele dolgokba, ismerjétek meg, hogy Isten mit mond, és hivatkozván Isten kijelentéseire, tegyetek olyasmit, amire Isten ígéreteket tesz, hogy megsegít benneteket, és kérjétek az Isten segítségét, és ne legyetek gyámoltalanok, ne legyetek bátortalanok, hanem ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, Istennel együtt menjetek előre. Hát erről is sokat lehetne beszélni. Jön a harmadik, gyámolítsátok az erőteleneket. A legrendezettebb ember, a legrendszeretőbb és a legbátrabb ember is sokszor elerőtelenedik az életben. Ez tapasztalat. Ézsaiás könyve 40. fejezetét szoktuk mindig idézni, amely azt mondja, hogy ellankadnak, elfáradnak még a legkülönbek is. Mindenki az életben átélhet olyan szakaszokat, periódusokat, hogy elerőtelenedik, elfogy az ereje, vagy testileg, vagy lelkileg megroppan egy kicsit, ereje vész. Hát ezeket gyámolítani kell, oda kell állni, és ezeken az átmeneti szakaszokon át kell segíteni az embertársainkat. És a negyedik dolog is hatalmas, és szinte egy azért csodálatos a Biblia, mert egy Biblia versben van 4 kijelentés, és erről magáról egy sorozatot lehetne tartani. Mi a legfontosabb az egész emberi életben? Hogy türelmesek legyünk, és ne csak a szeretett embereinkhez, mindenkihez. Türelmesnek lenni jó emberekhez könnyű, talán szeretett emberekhez könnyű, de úgynevezett nehéz esetekhez, vagy kötözködő, vagy sok problémát magukkal görgető emberekhez már nem olyan könnyű. De azt mondja Pál apostol, hogy kérjük az Isten segítségét, hogy az életben tényleg jellemezzen bennünket
az a türelem, amiről azt mondja Pál apostol a szeretet himnuszában, az 1 Korintus 13.4-ben, hogy a szeretet hosszú, tűrő és jóságos. Tehát, hogy arról látszódjék meg egy keresztény, hogy egy keresztény rendszerető, egy keresztény bátorító, egy keresztény az erőteleneket mindig megsegítő, de egy keresztény tapintatos, előzékeny és megértő, és mindenki iránt türelmes, és be tudja várni azt, hogy az Isten munkája mikor fog teljesedni az életében. Kedves hallgatók, ennyi fér bele alig több, mint egy órába. Érezzük jól, hogy 4 biblia vers is milyen sok mindent tartalmaz. Hát, ha még itt lehetett volna szólni arról, hogy mi is ad nekünk igazi jellem tulajdonságokat, hogyan fejlődik ki az emberben az a jellem, ami valóban a hivatásnak is, a küldetésnek is, a munkaszeretetnek is nélkülözhetetlen alapja, vagy lehetett volna jellem után a képességekről is beszélni, hiszen a munkához azért szakértelem is kell, képességeknek a kifejlesztése is kell. Én ezekről eleve lemondtam, mert mondom, hogy ez a téma hatalmas téma. Tulajdonképpen én csak egy kis bepillantást akartam nyújtani a bibliai gondolkozásmódba.